Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Naphíre YouTube csatornájának nézőit. Én Gavra Gábor vagyok, a naphíre.hu főszerkesztője, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Nagy Attila Tibort, ez az elemző című műsorunk. Jó napot kívánok! Hat, közel 60 ezren, illetve ö, közel 50 ezeren nézték meg a legutóbbi két adásunkat. Nagyon szépen köszönjük a bizalmat a kedves nézőknek, bele is vágunk, és igyekszünk ma sem csalódást okozni. Azt beszéltük meg Nagy Attila Tiborral, hogy Magyar Péter országjárásával fogunk kezdeni, illetve azzal, hogy ezen az országjáráson még viszonylag kis településeken is nagyon sokan voltak, viszont Magyar Péter azért többet hibázott most az elmúlt időszakban. Ha lehet így fogalmazni, ugye nem én használtam, hanem Nagy Attila Tibor a legutóbbi adásunkban a Politikai gyilkosság kifejezést, amire Magyar Péter készül a momentummal szemben. Szóval ezek a hibák, amik most történnek, ezeket nevezhetjük politikai öngyilkosságnak? Politikai öngyilkossági kísérletnek nevezném csak, mert a politikai öngyilkosság még nem teljesedett be. Tehát politikai öngyilkosság akkor történne, hogyha Magyar Péter nem hozna a legalább 20%-ot, hanem lesüljenne 15-10-re. Ugye a medián a biztos szavazók körében 25 ot mért, ez egy nagyon jó eredmény lenne, ezzel Magyar Péter simán meg tudná verni a Dobrev vezette listát, tehát a DK, MSP párbeszéd listát. Ha viszont Magyar Péter hibái miatt, és ezekről a hibákról akkor érdemes volna néhány pontban beszélni, mert van, van néhány belőlük. Tehát, hogyha ezek a hibák megbosszulják magukat, és időközben csökkentik Magyar Péter népszerűségét, akkor abban az esetben Magyar Péter csalódás érheti, mert legrosszabb esetben nem fogja tudni megelőzni a -t. Lenne egy olyan kérdésem, mert két héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy mi siker és mi kudarc egy-egy pártnak, most beszélünk a Tisza párt esetében Igen. erről a vállalkozások felfokozottak, a mérések nemcsak a mediáné egyébként, hanem az iránytó ide, akár a nézőpont uh -huh. is, kifejezetten jó eredményt vetítenek előre a Magyar Péter pártja számára. Ugye emlékeztetném el a kedves nézőket, hogy a nézőpont 21 ot mért. Mi lenne az, ami ehhez képes kudarc lenne Liszapát számára. Akkor kezdjük itt. Én azt gondolom, hogy most már olyan nagyok lettek valóban a várakozások, ahogy ön is mondja, és a mostani kutatási adatok annyira kedvezőek Magyar Péter számára, hogy az ehhez képest érdemi rontás az. Hát nem azt mondom, hogy kudarc, de egyfajta kisebb csalódottság lenne Magyar Péterék számára, és a igazi döntő számomra az, hogy Magyar Péterék tehát a Tiszapárt képes lesz-e megelőzni a Dobrev Klára vezette dk MSP párbeszéd listát. Mert a legújabb közélelő kutatások valóban a nézőpont, az iránytű, de akár a medián kutatásai most már azt mondják, hogy Magyar Péternek jó esélye van arra, hogy az általa vezetett EP lista megelőzze a Dobrevéket, és az azt jelenteni, hogy az EP választásokon a Tiszapárt lenne a legerősebb ellenzéki párt. A csalódás az lenne, hogyha ez mégsem történne meg, és ezért lehetnek veszélyesek azok a hibák, amelyekről mindjárt beszélnék, és van néhány pont belőlük, tehát jobban kellene vigyázni magyar Péternek mostantól kezdve, hogy ne kövessen el újabb hibákat. Nézzük akkor ezeket a hibákat. Azt látjuk, hogy Magyar Péter egy nagyon intenzív kampányt nyom, országjárással. Beszéltünk arról a múlt héten, hogy egy hát hibát, vagy legalábbis egy bakugrást egészen biztosan elkövetett. Ez pedig az volt, hogy bejelentette a megyei listállítások szándékát, minden megyében. Majd azt állította, hogy össze is gyűltek az aláírások, de mégsem állítanak megyei listákat. Ide sorolja ezek közé a hibák közé, vagy ez volt a, a nulladik, vagy az első hiba esetleg? Hát igen, ide sorolnám, mert akkor kár, kár volt előzetesen bejelenteni, hogy a megyei listákra is, tehát a megyei közgyűlési választásokon is részt akar venni a Tiszapárt. Ezt én már jeleztem a múltkori adásban is, hogy lehetett volna azt csinálni, hogy inkább akkor nem jelenti be, hiszen mindenki meg tudta volna érteni, hogy most alakult újjá a párt, Magyar Péter kezdő politikus, még nem volt kellő ideje arra, hogy a számos jelöltet feltérképezze, az előéletüket alaposan megvizsgálja, ő ezt ennek ellenére megtette. Itt Magyar Péternél látok egy olyan döntéshozatali vonást, hogy, Fontos kérdésekben többször nem vonja be a vezetőtársait vagy a társait. Ezt ő maga vallotta be kétszer is, legalább nyilvánosan, amikor is azt mondta, hogy például a belügyminisztérium előtti tüntetés. Megrendezés az ő fejéből pattant ki hirtelen, és ő erről nem tájékoztatta a társait, tehát a pártot, hanem a pillanat hevében találta ki. Tehát ebből még lehetnek majd gondok hosszabb távon is. Nevezzük ezt impulzív döntéshozatalnak. Impulzív döntéshozatal, de ha rossz indulatú lennék, akkor önkényes döntéshozatalnak is nevezhetném, mert bármilyen még ki nem forrott párt a tiszapár, de elvileg van egy alapszabálya, van döntéshozó szerve vagy szervei, tehát azokat mondjuk illene fontosabb politikai döntések meghozatala előtt összeívni. Magyar Péter ezt egy-két fontosabb kérdésben, például a belügyminisztérium előtti tüntetés szerintem az egy fontos döntés volt, nem vonta be a pártot, ezt mondom ő maga jelentette be, és ezekkel az impulzív döntésekkel még van egy olyan kockázat, hogy több a hibázási lehetőség, és akkor milyen hibákra gondolok még itt a megyi lista állításon. Itt már is sorolnék hármat-négyet, és akkor ezeket ki lehet fejteni. TV vita, jelöltek, munkatárs, tehát Magyar Péter közvetlen környezete, Putnoki incidens. Tehát négy pontom van, és hogyha... Menjünk végig rajtuk. Akkor és akkor szóval. menjünk talán végig. Ugye a TV tévévitam, ugye Magyar Péter, tehát itt most kialakult némi zavar, hogy most Magyar Péter akkor bemegye a köztévébe vitázni, vagy nem megy be a köztévébe vitázni. Hát úgy tűnt, hogy ő, ő nagyon is akarja, hogy bemenjen a köztévébe, erre hivatkozva nem volt hajlandó vagy habozott ráni arra, hogy mondjuk a Partizánba vagy akár az ATV-be elmenjen hibá vitázni, mert azt mondta, hogy előbb a közmédiába kell bemenni és ennek érdekében még tüntetést is kilátásba helyezett, ultimátumot adott az MTVA vezetőinek, hogy amiben nyiben nem lesz vita, akkor ő nagy tüntetést fog az MTV Kunigunda utcai székáza elé rendezni. Na most ehhez képest az MTVA azt mondta, hogy oké, okay, akkor legyen vita, és magyar... Bocsánat, már, már, már itt, hogy mondjam, különböző magyarázatok születtek, mert a, hogy mire mondta az MTV-a azt, hogy oké, okay, Magyar Péter ultimátumára, vagy a DK-nak a levelére? Ugye a DK magának tulajdonítja azt, hogy kiharcolta az MTV-ás vitát, Magyar Péter pedig természetesen magának tulajdonítja. Itt inkább Magyar Péternek adnék igazat, mert ő már korábban szorgalmazta azt, hogy a közmédia tartson végre vitát, de tény, hogy a Demokratikus Koalíció igyekezett belecsusszani ebbe a történetbe. Ö, végül is azért elmondhatjuk, hogy az mtv nagyjából sejtjük, milyen megfontolásról elő is beszélhetünk. De az MTV a végül is ráállt a vita megrendezésére, egy kis zárójel, elég baj az, hogy az elmúlt 14 évben az európai parlamenti választásokon Magyarországon nem voltak listavezetői viták. A közmédiának szerintem kutya kötelessége lett volna ilyeneket és még ehhez hasonlókat megrendezni. Országgyűlési vitákat is bizony nagyon illet volna az m megrendezni. Tehát ebben a részben én egyetértek Magyar Péternek a kezdeményezésével, amivel nekem már gondom van, hogy ha már egyszer elérte azt, vagy az mtv a hajlandó belemenni egy vita megrendezésére, akkor hiba volt szerintem, vagy nem néz ki túl jól Magyar Péter részéről, hogy utólag jutnak eszébe a feltételek, hogy mely feltételek esetén hajlandó a tiszapárt listavezetőjeként belemenni a vitába, mert ugye felsorolt egy újabb posztjában hosszú feltétel, hogy azért abszurd lenne az, hogy 11 listavezető üljön le, például, amit Érteni vélek, csak akkor miért nem, ezt, miért nem korábban mondta ezt Magyar Péter. Tehát most nagyon olyan a látszott legalábbis, hogy Magyar Péter eléri azt, amit akar, a közmédia behívja őt, mint listavezetőt vitázni, aztán utólag Magyar Péter mindenféle feltételt szab. Előbb kellett volna esetleg ezeket a feltételeket megszabni. Ez, ez azért taktikailag minden esetre kérdőjeles, és támadási felületet nyit Magyar Péter eleme, mert tűnik, hogy valójában Magyar Péter az, aki húzódózik a vita előtt. Az a látszat keletkezik, hogy Magyar Péter mindenfajta kifogásokat keres, hogy mégse kelljen vitáznia. Tehát értem Magyar Péter problémáját, hogy 11 jelöltel vitát tartani az eléggé fura lenne, különösen, hogyha másfél órába suvasztanánk bele, egy-egy lista vezetőre, nem tudom, néhány

Tehát én ezt a részét értem, csak az a baj, hogy ez jó lett volna, ha már ezt nyilvánosan vívja ezt a harcát Magyar Péter, előbb megfogalmazni, mielőtt az MTV-a rááll a dologra, mert most olyan látszat keletkezik, hogy az MTV-a hajlandó Magyar Péter kérésének eleget tenni, csak Magyar Péter utólag keresi a kifogást, hogy miért ne kelljen mégis bemenni a tévévitába. Tehát ennek az optik szerintem Magyar Péterre nézve nem a leg Legjobb. Van még egy kérdés, amit egyébként <laughs> már érintett de szerintem nem megkerülhető, hogy ha az MTV-a nem, nem rendezett volna vitát, vagy olyan feltételekkel rendez vitát, amit egyébként Magyar Péter utólag távasztott, és uh -huh. nem felel meg neki az a, 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 a rendszer, ahogy az MTV-a megrendezi, az miben akadályozza meg Magyar Pétert, hogy bemenjen az ATV-be, a Partizánba, a Blik is kezdeményezett egy ilyen vitát. Tehát, hogy miért, miért zárja ki a kettő egymást? Nekem, nekem ez kezdettől fogva furcsa, és természetesen haza is beszélek, hiszen az ATV-ben dolgozom, de nem, nem, nem ezért mondom, ez teljesen kivrálóként is furcsa lenne. Tehát, hogy a, 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 az MTV-a, ha rendez vitát, az szuper tényleg ellátja ebben az esetben a feladatait. Ha nem rendez, akkor hát, hogy mondjam, ez egy kritizálható álláspont, viszont miben akadályoz meg egy jelöltet, akit egyébként meghívtak az összes többi vitára, miben akadályoz meg abban, hogy oda elmenjen. Hát és, nem... Csa, és nem csak magunkról beszélek, hanem a igen, is igen, beszélek, igen, igen. és a blikről is beszélek. Azt kell, hogy mondjam, hogy Magyar Péter nem adott hihető és elfogadható vagy meggyőző magyarázatot arra, hogy miért köti össze ezeket a dolgokat, tehát hogy miért akadályozza meg az MTV-ás vita léte, nem léte abban, hogy bemenjen a partizánba, az ATV-be, vagy máshova. Ő olyan látszatot igyekezett kelteni, hogy a közmédiás vita az első ehhez képest ő most utólagos feltételeket szab a közmédiás vitában való részvételre, és nem túl meggyőző módon húzódózik attól, hogy mondjuk a Partizánba vagy az ATV-be bemenjen. Ez azért, mint hogyha, most ugye a Magyar Péternél azért az figyelembe kell venni, hogy egy kicsit azért védjem is őt, hogy ő most már egyfajta népvezér hát ö, odáig vannak érte a hívei. Látszik ez a közvetítésekből. Na most egy népvezér meg nem alacsonyodik le mindenfajta másod, harmadrendű politikusokkal való vitára, mondhatnám. Tehát a népvezér az kiemelkedik. Az az ugye Magyar Péter először nem is Dobrev Klárát hívta ki, hanem egyenesen Orbán Viktort hívta ki, meg Gyurcsány Ferencet vitára. Tehát egy, egy népvezér egy felmagasztó volt, fölénk lebegő kvázi politikai messiás nem megy bele a mocsárba, a mocsár szintjén, hogy húzódózkodik olyan listavezetőkkel, akikről talán még a politikát erőteljesebben figyelő is éppen úgy csak hajlott, vagy pár százalékos pártoknak a vezetőivel, listavezetői nem. Egy nép, népvezető megmagasztosul, felemelkedik, majdnem már glória kerül a fejére, már politikai glória természetesen, és hát őt meg kell válogatni, hogy kivel szabad vitába helyezi. Tehát értem én, hogy, hogy ugye, hogyha elmegy még második, harmadik, negyedik vitába, megkophat egy kicsit a renoméja, esetleg hibázhat a vitában, lehet egy-egy rossz mondata, a többi listavezető esetleg bebizonyítja, hogy nem is olyan nagy népvezér magyar Péter, mint ahogy eddig úgy tűnt. Tehát értem én, hogy Magyar Péter aggasztják a kockázatok, csak ha már ilyen magasra tette a részet, hogy egyenesen Orbán Viktorral, meg Gyurcsányjal akar vitátkozni, hát jó, hát azért ő még nem teljesített kellőképpen, hogy ilyen magas tű igények legyenek. A közelemény kutatások azok jelenleg csak ígérvények, és az adott pillanatra, illetve napra, hetekre szólnak, de ez még nem maga a választási eredmény. Tehát Magyar Péter még nem nyújtott akkora a politikai teljesítményt, hogy egyenesen Orbán Viktorral le tudjon ülni vitázni. Tehát értem, hogy egy népvezérnek ezt nehéz még megelőzteni, de ahhoz, hogy igazi népvezéré várjon Magyar Péter, ahhoz legalább 20%-os LP listás eredmény húznia kéne, hoznia kéne, ha ugyan nem többet. Beszéljünk akkor a jelöltekről, ha jól emlékszem, ez volt igen, az igen, az a jelöltek problémái. Pontja. Ugye a jelöltek már szóba kerültek az imént, hiszen éppen a jelöltek, jelölt jelöltek problémásságára, hátterének, motivációinak, előéletének problémásságára hivatkozva lépett vissza Magyar Péter a megyei listállításoktól, amivel kétségkívül sokkal szűrtebb körben kellett jelölteket állítani. Na, de ide is kerültek be problémás figurák. Nem tudom, hogy mennyire tarthatjuk, vagy nem tarthatjuk problémásnak a a 17. kerületi tiszapárti polgármester ügyét, amit egyébként a DK közeli nyugati fény írta meg róla, hogy vállalkozó szellemű lányokat keresett utazáshoz Olaszországba, Korábban, ugye ennek azért lett, lett rémi média, média visszhangja, hogy Dánok Járon, aki most ugye a tiszapárt jelöltje, a 17. kerületben 2023. áprilisában ilyen Facebook posztokat tett közé, különböző Olaszországgal, vagy társkereséssel kapcsolatos Facebook csoportokban. Ez ezekre gondol, amikor jelöltek? Többek között, de, de sorolom, mert van egy, pici lista még, tehát e, például a tizedik kerületi e, tiszapátos polgármester jelölt, aki e, korábban náciztikus pszichopatának elnevezte ne, Magyar Pétert, aztán ugye kénytelen volt magyarázkodni, hogy gyökeresen megváltozott a véleménye róla egy hónap alatt, most már nem tartja pszichopatának, sőt, egyenesen... se. Se, annak se, tehát most már ö, teljes szívvel támogatja. Aztán ott van például Gerzsenyi Gabrielának az esete, aki hát a kormány média hozta ki, még fotót is tudtak mellékelni, aki ellenezte a rezsicsökkentést, fenntarthatatlannak ítélte, ez újabb támadási felület. Aztán ott van Kollár Kinga, akitől ő szintén a LP listának a, azt hiszem a hetedik helyen van. Szóval a Kollár Kingától is sikerült találni egy olyan bejegyzést a kormány médiának, miszerint elég szomorú, hogy a magyar nép agymosott, Nagymosott, mint az orosz. Tehát, Ezt akár bárki zaj Péter is mondhatta volna, vagy ő hát sem. Igen, mondhatta és, volna és milyen szerintem. eredményt ért el Márki zaj Péter, ugye? Tehát tehát az a baj, hogy tény, hogy ezeket nem maga Magyar Péter mondta, tehát ennyiben más, mint Márki zaj Péter, csak csak valahogy az EP listára is olyan személyeket sikerült találni, akiknek mondjuk úgy, hogy politikailag elég nehezen védhető kijelentései vagy tettei voltak. Én nem is nagyon értem, mert Magyar Péter annak idején azt mondta, hogy az EP listára viszonylag alapos szűrést próbáltak csinálni, tehát mielőtt még ugye lehetővé tették volna, hogy az emberek szavazzanak a jelöltekről, ők azért egy shortlistet csináltak. Tehát előzetesen azért kiválogatták a sokszáz vagy több ezer jelentkezőből azt a kilencenet vagy százat, már nem emlékszem pontosan, akik ugye, akikről ugye szavazhat a jó nép, és Magyar Péter saját bevallása szerint még HR szakértőket is bevetettek annak érdekében, hogy megszűrjék ezeket az embereket. Szóval én, én megmondom őszintén, egy kicsit értetlenül állok az előtt, hogy, hogy akkor ilyen szűrés után hogy akadhattak fenn ezek a jelöltek, mert, mert ezek a korábbi Facebook bejegyzések legalábbis támadási felületet adnak, nem csak a jelöltek ellen, hanem Magyar Péter ellen, és amit még külön meg lehet figyelni, hogy ezek a jelöltek nem igazán vannak szemmel láthatóan felhatalmazva arra, hogy saját magukat megvédjék. Tehát Magyar Péter alapvetően továbbra is viszi ezt az egyemberes sót. Néha Tarzoltánnak megengedi, vagy megengedik, hogy ő mondjuk az ATV-be beüljön, de egyébként Magyar Péter viszi a megnyilatkozások 90 át Szóval ez sem annyira jó, hogy most ilyen dolgok kikerülnek. Az előbb beszélt arról, Megbeszéltünk arról, hogy van ez a, hát mondjuk így, hogy impulzív, vagy kicsit kevésbé kedvesen önkényes döntéshozatal a Tiszapártban. De valójában nem az van, hogy egy elég komoly teher nehezedik Magyar Péterre, mert minél több mindenki látszik a Tiszapártból mellette, vagy mögötte, vagy alatta, annál rosszabb a Tiszapártnak. Én azt elfogadom, én sem el is ismerem, hogy Magyar Péter rengeteget dolgozik. Tehát éppen a Magyar Hang heti labban írtam meg, hogy az ellenzéki politikusok között nem nagyon akad, vagy alig-alig akad olyan politikus, aki annyit hajlandó dolgozni a sikerét, mint Magyar Péter. Én el is hiszem, hogy jó, hogy kora reggel kelik kel fel és késő este fekszik csak le napi 3-4 óra alvás ugye már az, hogy napi négy-öt gyűlést tart, és gyűlésenként 40-50 perc szónoklatokat tart, ha összeszorozzuk ezt 200-250 percet szónoknak naponta, ez már önmagában egy komoly szellemi kihívás, és ugye emellett még informális találkozókat is tart Magyar Béter, ezt onnan tudjuk, hogy önmaga utal erre, tehát egy nagyon intenzív munk, és ugye folyamatosan figyeli a Facebookot, alá kommentál, vagy ő maga posztolgat. Tehát azt vagy, akarom, a, vagy a stábja, mert nyilván Vagy van egy a, a stábja, de azért azt látom, hogy Magyar Péter iszonyatosan sokat dolgozik. Tehát ezt el kell ismerni. Ugyanakkor lassan már el kéne jönni az időnek arra, hogy a feladatokat jobban megossza a munkatársai, és nem is arra gondolok, hogy most technikai dolgokat megosztá, hanem hogy politikailag egy kicsit legyenek olyan emberek mellette, akik a Tiszapárt vagy Magyar Péter elleni támadások a visszaverésében jobban tudnak segíteni. Ezt még szerintem erősíteni kell. És ha már ön említette az impulzív döntéshozatalt, hadd kanyarodjak én is vissza, mert a Magyar Péternek van egy szenvedélyes volta, egy szenvedélyes szem, személyisége, ami egyfelől nem baj, sőt, tehát az, hogy szerintem az emberek ezt is szeretik benne. Tehát az, hogy szenvedélyes, látszik az, hogy, vagy legalábbis olyan látszat keletkezik, hogy ő komolyan törődik az emberek problémáival, hogy ő tényleg meg akarja változtatni Magyarországot, és szerintem ezt sokan szeretik benne. Viszont? Igen, nem, bocsánat, Igen. ehhez kapcsolódóan, és abszolút egyetértve önnel, hogy az elmúlt években, hogy mondjam, a, a, az ellenzéki oldalom, mint hogyha egy ilyen rossz értelemben vett professzionalizmus uralkodott uh -huh. volna el, tehát gyakorlatilag én nem, én nem látom azt, hogy mondjuk komolyan, érdekelné a munkája bármelyik momentumos LP képviselőt, hogy akkor most kihegyezzem rájuk. Tehát most azon túl, hogy hogy néha intézkednek a, a Magyarországnak járó vagy nem járó, de minden esetre e, e, esélyes uniós pénzeknek a felfüggesztéséről én nem láttam, hogy őket különösebben lázva hozta volna bármi az elmúlt öt évben, ami a munkájukkal kapcsolatos. És valóban ehhez képest egy ilyen, hogy mondják, antitézise. Magyar Péter. Hát Magyar Péter nagyon más, mint egy átlagos ellenszéki politikus. Tehát a munkabírását, a munkához való hozzáállása, meg kell, hogy mondjam, hogy nekem nagyon tetszik. Tehát én azokat a politikusokat kedvelem akikről látom az, hogy egyfelől felkészültek, másfelől hajlandók tanulni, harmad rész hajlandók nagyon sok munkát belefektetni, mert én azt gondolom, hogy a hazájukért sokat dolgozni akaró politikusokkal lehet jobb ország Magyarország. És a magyar Péterben én látok arra esélyt, arra való törekvést, hogy ő hajlandó sokat dolgozni. Ez a része számomra rendben van azt is tudom méltányolni, hogy ő szenvedélyes. Ebben sem látok alapvetően problémát, amennyiben a dolgok előrébb ö, tolásáról, az ország jobb sorsra való ö, tolásáról, ö, felemeléséről volna szó. Szóval csak a, hogyha az ember a leve impulzív, szenvedélyes, akkor megvan ennek is a kockázata. És itt megint a hibázási lehetőségekre kell felhívnom a figyelmet. Szóval az nem annyira jó, amit Putnokon művelt Magyar Péter, mert ott nem csak az volt, hogy a ottani Fideszes polgármestertől így idézett, mert ha még csak ennyit tett volna. De ö, felszólította a, előtte elmen, a templomból kijövő menetet, hogy szégyeljék magukat ezt nem kellett volna. Tehát az, ami nincs problémám, hogy a politikailag támadja a polgármester, bár abba is bele lehet ködni, hogy éppen elhaladtak előtte, így kellett volna, pont kijöttek a templomból, de hogy még arra is felszólította a gyülekezet tagjait, aki közül lehet, hogy nem mindenki politizál egyébként tehát hogy, hogy szégyeljék magukat, hogy egy ilyen polgármesterrel vannak egy templomban, na ez az, ami, ami sok volt számomra, amit szerintem nem kellett volna, mert ő adott esetben olyan embereket is megtámadhatott, akik lehet, hogy nem is feltétlenül fideszesek, csak eljártak, el szoktak járni a templomba, és nem véletlen, hogy a kormány oldal elég nagy terjedelemben tárgyalta ezt a kormány médiájával, ezt a putnoki incidens, és itt, itt látok olyat, hogy Magyar Péter nem tud mindig kellően higgat maradni, tehát a szenvedélyesség, és mondom ezt az érzést azért is ismerem, mert bennem is van egy ilyen, ami a politikához fűz engem. Tehát, tehát ennyiben. Még majd, hogy nem lokon, rokon lelk, lelk, léleknek is tartom. Magyar Péter csak. Kedves csak a... nézőket, de a figyelmét szeretném felhívni, hogy akkor mindenképpen kerüljék el agytilatot, <laughs> amikor egy polgármesteren elhagynak egy templomot. Igen, de, de, de pont ezt a részt, tehát ahogy rári volt ö, a menetre. Na ez már nem jó. És ez, ez arra utal, hogy Magyar Péter nem mindig kellően higgadt akkor, amikor higgadtnak kell, kellene lennie, már pedig egy jó politikus, hogyha tartós sikert akar elérni, tehát nem csak egy ilyen egyszeri hirtelen fellobbanás, hanem tényleg hosszú évekre ott akar maradni a magyar politika terén, akkor muszáj több higgadsággal rendelkezni, már csak azért is, mert az eddigi országgyűlési választások tapasztalatai azt mutatják, hogy az emberek nagyon nem szeretnek megbízhatatlan, hirtelen haragú, kiszámíthatatlan politikusokra kormányzást bízni, hanem olyanokra szeretik az emberek a miniszterelnöki posztot testálni, akik megbízhatónak tűnnek, és a megbízhatósághoz bizony a higgadság bizonyos foka hozzátartozik, tehát ezt Magyar Péternek még szerintem tanulnia kellene, a Putnoki eset is erre utal, és hát nézem most már ugye négy pontot már is sikerült összeszenni, tehát ugye a tévévita körüli dolgok, jelöltek körüli dolgok, Putnoki incides, és amiről még nem beszéltem, a közvetlen környezete, amiből a legújabb és egészen eklatáns dolog, hogy Magyar Péter közvetlen környezetéből egy hölgyet előhozott a kormány média, aki állítólag négy évet töltött fegyházban. Ugye azért nem fogjuk most elmondani a hölgynek a nevét, mert Magyar Péter amikor reagált erre uh -huh. az állításra, amit egyébként a Metropol című napját, Igen, tett, igen akkor azt állította, hogy a hölgy nem közszereplő, és cáfolta, hogy az ő gazdasági, e, 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 hát hogy mondjam, fő embere lenne, vagy, vagy döntéshozója lenne, viszont az tény, és azt nem cáfolta, hogy a hölgy játék szervezésért fegyházban ült, és az is, e, a, tehát azt sem cáfolta, hogy a szoban forgó hölgy az ő barátnőjének az édesanyja. Bár rá. azt a posztjában Magyar Péter mondta, hogy a hazug állítások miatt kártérítési pert, illetve feljelentést, vagy per, legalábbis pert fog indítani. Tehát ebből számomra az következik, hogy lehet, hogy Magyar Péter még azt is tagadja, hogy az érintett személy, személyt elítélték volna. Én ebben nyilván nem tudok állásfoglalni az nekem feltűnik, hogy a Metropol tudósít, két dolog tűnik fel. Az egyik az, hogy a Metropol tudósításában nem hozza azt az bírósági ítéletet, amelyben az a hölgy név szerint fel lenne tüntetve. Az is kiderült, hogy ez egy számos várlottat érintő bírósági eljárás volt. A másik, ami feltűnik, és ezt hát aggályosnak tartom, ezt a hölgyet teljes nével említi a Metropol fényképekkel. Na most ugye mondjuk azt, hogy ez az adatvédelmi szabályoknak meglehetősen rugalmas kezelése és értelmezése. Én attól tartok, hogy inkább jogsértő értelmezése, ugyanis Magyar Péternek abban biztos, hogy igaza van, hogy az érintett hölgy nem közszereplő. Na most a nem közszereplőt pedig megilletik alapvetően például a képmáshoz való joga, ez ugye a polgári törvénykönyvben szerepel, emellett ugye a különleges személyes érzékeny adatok hoz való érzékeny adatok feletti rendelkezés joga, már pedig egy büntető eljárás, egy elítélés, mindenképpen az nem véletlen, megszokott gyakorlat, hogy Magyarországon a nem közszereplők esetében az elkövetőket, elítélteket monogramokkal szokták ellátni. A Metropol meg a kormány média jelentős része nem így járt el, hanem teljes névvel kiírták az illető a nevét. Tehát már ez önmagában megalapozhat egy jó kis kártérítési perc, csak ugye van egy olyan probléma, hogy a politikai kár most fenyeget, tehát, és itt ennek a támadásnak a célja alapvetően arról szól, hogy Magyar Pétert hiteltelenítse, mert ő a gyűlései nagyon sokat szokott beszélni a NER korrupciójáról. Időnként már egészen élesen támadja a Orbán Viktor rokonságát, barátait, a harácsolást, és most a kormány média azt igyekszik bebizonyítani, hogy Magyar Péter sem jobb, sőt, hiszen ugye a környezetében egy négy év fegyház büntetés letöltött személy is van, tehát, és én ezt a dolgot sem tartom veszélytelennek Magyar Péterre nézve, ha igaz ez a dolog, amit a kormány média állít, akkor azt a kérdést azért fel lehet venni, hogy itt megint milyen személyzeti politika volt, ha nem igaz, amit a, ha nem igaz az, amit a kormány média állít, akkor viszont nyilván egy nagyon durva Magyar Péter elleni támadás. Itt, álljunk meg egy, itt álljunk meg egy pillanatra, mert, mert itt az alapvető vita a kormány média és Magyar Péter között nem is feltétlenül a, a, arról szól, hogy ez a hölgy, ez szervezette piramisjátékot, vagy ült -e hanem arról, hogy közszereplő vagy nem, magyarul megfelel-e a metropolnak azon állítása a valóságnak, hogy ő Magyar Péter gazdasági jobbkeze. Mert ha nem, és ugye nem közszereplő, akkor az a kérdés vetődik fel, hogy akkor egyszer Magyar Péter rosszul választott párt, mert hogy a párjának, az édesanyjának van az állítások szerint egy ilyen múltja? Vagy szóval, szóval nem tudom, hogy mennyire érthető, amire rá akarok Mert ha ő valóban egy ilyen gazdasági ügyintézőként alkalmaz egy egyébként fegyház büntetésre ítélt embert, akkor azt lehet mondani, hogy rossz a személyzeti politikája. Na de, hogyha nem, hanem csak magánéleti és még nem is közvetlen magánéleti szálak kötik össze őket, hanem egyszerűen a párjának az édesanyja, akkor felvetődik a kérdés, hogy vajon mit tehet Magyar Péter, mert ez nem személyzeti kérdés, ez magánéleti kérdés. Így van. Na most, ugye van egy olyan állítás, hogy az illető hölgy intézi Magyar Péteré gazdasági ügyeit én szintén nem vagyok abban a helyzetben, hogy ebben állásfoglaljak, és meg tudjam mit hogy ez tényleg így van-e, de még hogyha így is van, ez még nem tesz valakit közszereplővé. Tehát közszereplő alapvetően az, aki olyan nyilvános szerepléseket vállal, mint például jó magam, tehát én biztos, hogy közszereplő vagyok, de eddig az illető hölgy nem emlékszem arra, hogy politikai nyilatkozatokat nyilvánosan tett volna, vagy interjúkat adott volna. Tehát ilyen értelemben ő nem közszereplő, még akkor sem, hogyha esetleg ő tényleg pénzügyekben, gazdasági ügyekben segít Magyar Péternek, de ettől függetlenül. Szóval ez a dolog is azt mutatja, meg a, de főleg az általam korábban említett pontok. Bocsánat, igen, de hogyha viszont ez nem, ez az állítás esetleg nem igaz, hogy ő a Tisza pártban valamiféle gazdasági szerepet hát, ha visz, akkor viszont ez nem személyzeti politikai kérdés. Hát akkor valóban nem, akkor, akkor, hogyha tényleg nem igaz, akkor a kormány média azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon durva személyiségi jogokat lábbal tipró magatartást vett fel. Én feltételezem azt, elképzelhetőnek tartom, hogy azért a kormány oldal, a metropol, még nem um, ter, tárt fel minden egyes részletet. Tehát lehet, hogy még van egy-két dolog a talsójukban, vagy lehet, hogy van más ügyekre vonatkozó um, támadási patronjuk, amelyeket mondjuk majd a június 9-i szavazási nap előtt fognak el lőni. Meg tehát, az is még... lehet, bocsánat, tehát az is lehet, hogy egyébként tényleg gazdaságügyeket intéz a hölgyek. Lehetséges, a tehát... és sőt, még az is lehet, hogy őt nem ítélték el valójában. Az is lehet, hogy valótlant állít a metropolis és a hozzátartozó kormány oldal. Nem tudom ezt megmondani, de ez egy meglehetősen durva, kemény támadás. Ez azért látszik, és ez azt is mutatja, hogy a kormány oldal valójában veszélyes ellenfélnek tekinti Magyar Pétert, mert hogyha nem tekinteni annak, akkor nem lennének ilyen támadások Magyar Péter ellen, mint most, ami ennek a hölgynek a kapcsán is felszínre jött. Beszéljünk, nem sok időnk maradt, de maradt egy pici időnk még, azt kérném, hogy beszéljünk a, a DK és Magyar Péter viszonyáról. Ugye a 24.hu-nak volt egy, hát egy ilyen gyűjtése, melyből az derült ki, hogy a, Ebben a műsorban már többször emlegetett Molnár Csaba, akinek egyébként a DK-s kampányíton elmondott beszélét Nagy Attila Tibor méltatta, főleg Dobrev Klára és Karácsony beszé, Gergely beszédeihez képest. Igen. Több pénzt költött a Facebookon Magyar Pétert lejárató posztokra, mint amennyit Karácsony Gergely és Vitézi Dávid összesen költött eddig a kampányban Facebookon. Na most, azért ez nem kevés. Um, ugye azt mondta az imént, hogy a Fidesz adott esetben veszélyesnek tekintheti magyar Pétert, de úgy tűnik, hogy a DK meg nagyon veszélyesnek tekinti magyar Pétert. Az produktív vagy kontraproduktív, hogyha egy ellenzéki párt egy másik ellenzéki párt vezetőjével szembeni posztokra. Ugye itt alapvetően a DK férfiatlansággal, gyávasággal vádolta a tévévita ügy kapcsán magyar Pétert. Produktív vagy kontraproduktív, hogyha egy ellenzéki párt ezt teszi egy másik ellenzéki párt. Nem példátlan a dolog egyébként, hiszen Márkizai Péter és Dobrev Klára küzdelme idején már láttunk hasonlót. A paradox módon a Fidesz és a DK érdeke egybeesik. Közös érdeke van nyúcsány Ferencnek, meg Orbán Viktornak. Ez a közös érdek az, hogy magyar Péter mégse szerepeljen jól az EP választáson, hiszen Magyar Péter a Fideszre és a DK-ra is veszélyes. A medián legújabb kutatásából kiderül, hogy azért nem, nem kevés volt Fidesz szavazó is átpártolt a tiszapáthoz, és a DK-ból is érzékeny, értékes falatokat szerzett meg a tiszapát. Tehát a demokratikus koalíció Magyar Péter elleni támadásai nem véletlenek. Tehát már sok víz lefolyt a Tiszán azóta, hogy az Ávec Research még olyan megnyugtató közeleménykutatást tett közzé, hogy hát a MSZPDK párbeszédista messze megveri a Tisza pátort. Lehet, hogy ők most már önk is másmérnének mérnének azóta, és a dékának valamit tennie kell, mert ha nem, ha örbetett kézzel nézi azt, hogy Magyar Péter nőttön nő, tönnő, akkor ő, ő, a végén még kis pártás süllyed. Tehát valamit tennie kell a DK-nak. Na most a DK kommunikációjából és hirdetéséből az jön ki, hogy ők hasonlóan a Fidesz taktikához megpróbálják a saját szavazóikat megtartani, és lebeszélni arról, hogy Magyar Péterre szavazzanak. Tehát az, hogy a DK Fideszestek még mindig a Fideszhez túl közel állónak festi le, akár a hirdetéseken keresztül is Magyar Péter, az arra, arról szól, hogy a, a dk szavazók, akik ugye alapjáratban egy nagyon kormány ellenes, sorbán ellenen szavazók, eltántorítsa őket attól, hogy Magyar Péternek higgyenek hogy ez produktív vagy kontraproduktív-e, én megmondom őszintén erre még nem nagyon tudok választani, csak annyit tudok, hogy magát a DK-s logikát, illetve támadástak az irányát érteni vélem, hogy miért csinálják. Azt azért problémának látom, ennél nagyobb problémának látom a dk Magyar Péter viszonyatában, hogy Dobrev Klára nem tud olyan jó gyűléseket tartani, mint Magyar Péter. Sokkal kevesebben ember szokott elmenni Dobrev Klára gyűléseire. Pedig most még mert... a párbeszéd politikusai is ott vannak. Hát hogy ne, hogy honnan né, ez néha ez még szociális, a tüttőkata is fel szokott szólalni. É, de... És sem mennek ki az emberek? Nem mennek ki. Borza. Hát egészen ennyi. Most gondoljon bele, vagy gondoljanak bele, a kedves nézők, um, hétfőn a, Magyar Péter Zala megyében tartott gyűléseket, és még a kisebb településeken is megjelen ezer, kétezer ember. Hát Zala Gerszegen volt a tér, Na most Dobrev Klára közel nem képes ekkora teljesítménye. Most persze erre lehet mondani, és ez igaz, erre én is szoktam figyelmeztetni, hogy a szavazók nagy része nem megy eltüntetni hanem otthon marad, és majd elmegy a szavazó fülkébe is, onnantól kezdve, hogy most kire szavazai egy dolog. De ez mégsem egy túl jó jel, mert azt azért mutatja, hogy Dobrev Klára kevésbé tudja lelkesíteni a szavazókat, mint Magyar Péter. Tehát ezzel is valamit kellene kezdeni, csak én úgy látom, hogy Dobrev Klára már nem tud ezzel mind kezdeni, ő nem nagyon tud váltani, vagy nem nagyon akar váltani, tehát ő megmarad a. Annál a kampánytechnikánál, amit eddig is művel, feltesz egy-egy videót, hogy kedves idős télig próbál valamilyen csigatéztát összeállítani, miközben korábban a kedves férje azt mondta, hogy ő nem szereti Dobrev klárát a fakanához engedni, meg a konyhában, mert hogy a felesége nem nagyon tud főzni, Ehhez képest most ilyen videót láttam Dobrev Kláráról, aztán ugye tart művelődési házakban gyűléseket, meg, meg főtéren, de sokszor a kamera alig-alig meri venni a, tűnt a Dobrev Klára híveit, mert hogy olyan kevesen vannak, hogy jobb, hogyha a kamera nem mutat totál képen, míg ugye a Tisza Párt rendezényein, hát ez Aszento meg Keszhelyen, Hévizen, nem beszélve Zalaegerszegről hát Szalaegerszeken szintén meghökkentően sok ember megjelent, de nagyon sok ember megjelent Miskolcon. Még az is lehet, hogy Miskolcon nagyjából annyian voltak, mint Debrecenben, de hogy tele volt az a tér, amin Magyar Péter, ahol Magyar Péter szónokol, az biztos, és most nem csak a megjelentek létszám számomra az érdekes, hanem az, ahogy a tömegre akár. És hogy hogy amikor az emberek magyar Péterrel együtt ismétlik a tégláról téglára rigmust. Hát ilyen a Dobrev Klára egyáltalán nem képes. Tehát ez azért figyelmeztetője a DK számára, de a DK azért reménykedhet abban, hogy van neki olyasmi, ami magyar Péternek nincs, nevezetesen alapszervezetei vannak, tehát aktivistáit ott könnyebben tudja mozgósítani illetve van még két másik párt, tehát Magyar Péternek pártjának még nincsenek a és a DK reménykedhet Magyar Péter hibáiban. És akkor visszakanyarodunk arra, amiről hosszan beszéltem az imént, a Magyar Péter hibapontjairól, mert a, ezek a hibapontok lehetőséget adnak legalábbis a demokratikus koalíció, de a Fidesz számára is, hogy csökkentsék a Tisza párt népszerűségét, hát Magyar Péternek ezt is mélegelnie kellene, ezért fontos a higgadság, hogy ezeket a hibákat a jövőben elkerülje, mert hogyha sikerülne elkerülni, akkor viszont lehetővé válna az, hogy a tiszapárt párt valóban 20% fölött szerepeljen majd június 9-én az LP választáson. Ez volt a naphíre.hu elemző című műsora. Már nagyon szépen köszönjük a Spirite Fennek a befogadást, nagyon köszönöm a Tibornak, hogy itt volt velünk. A felvételt május 14-én, kedden délelőtt rögzítettük, és szerdán, tehát május 15-én kerül fel a YouTube-ra. Tehát, hogyha valami történt a két időpont között, akkor az, az, annak ez az oka. Nagyon köszönöm a kedves nézőknek a figyelmet, arra kérem önöket, hogy aki még nem tette meg, az iratkozzon fel a naphíre YouTube csatornájára, ahol már több mint 11 ezeren vagyunk. Várjuk Önöket szeretettel a jövő héten is, viszont látásra, viszont hallásra.